apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épületbe, és most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta törvényé lett. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy hosszú, pár éves múltunk alatt azt itten megtanultuk. Feledheti anyját a gyermek, álmában új életre kelnek, s öregkorban is fényben állnak, gesztusai elmúlt szavának. Épp így mi is ma már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve szépen, visszük azokat, akik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. Spalsként emeljük, hogyha zordul, kínoknak kardja ráncsi kordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, hogy itt tanultunk, sérüljetünk. Iskolánk 82 tanulójától veszünk a búcsút, akik a felső tagozatban 3 osztályra jártak. Amikor 5-esek lettek, 3 tagozatot tudtunk elindítani számukra. Az idegen nyelvit, angol, német és francia nyelven, testnevelést, valamint matematikát. Hál' Istennek sokan voltak, és így minden tagozat betelt. Mindenki megtalálta a helyét, érdeklődésének, tehetségének megfelelően. Így lettek az ások nyelvi tagozatosok angol vagy német nyelven, Rozgonyiné Szabó Mária osztályfőnök vezetésével. Az osztályban sok szorgalmas, humán érdeklődésű lány és kevés fiú került, akik szintén ezeket a nyelveket akarták tanulni. Nagyon tanulós társaság ők, akiknél mindig jóval 4 egészen felül volt az osztály átlag. Búcsúzunk tőletek, 8-ások. A B-osztályba kerültek a tesisek és a francia nyelvet emelt szinten tanulók. Pójáné Téli Éva osztályfőnök keze alá. Gondolhatja mindenki, jócskán eleven társaság jött össze, de Éva néni keményen próbálta őket tartani, ami általában sikerült is neki. Ők nagyon sok sportérmet szereztek önmaguknak, a csapatnak, az iskolának. Nagyon jók voltak tornából, röplabdából, atlétikából, és a fociról sem felejtkezhetünk el, ahova csatlakoztak a C-s fiúk is. A franciát tanuló csoport pedig nagyon sok nyelvi versenyről tért haza dobogós helyekkel. Köszönjük nektek, búcsúzunk tőletek, 8. bések! A C-sek fele matekos lett, egy lány kivételével ők mind fiúk. Nekik a matematikán kívül igen jól ment a kémia, az informatika. Osztályfőnökük 6. óta Mészáros Réka tanárnő, akik bizony embert próbáló napokat, órákat élt meg, de kiválóan megbirkózott a feladattal. Köszönjük neki! Az osztály másik felébe viszont sok lány jár, akik igyekeztek ellensúlyozni a fiúk mentalitásából adódó konfliktusokat. Ebből a csoportból és a másik két osztályból, akiket igazán érdekelt az informatika, idén is sikeresen vizsgáztak a több fokozatú, nemzetközileg is elismert informatika vizsgán. Búcsúzunk tőletek, 8. C-sek! Vértes Judit, Vértes Imre, a Zsigerháti iskola tanítójának lánya, édesapja emlékére alapított díjakat adja át. Szeretettel és barátsággal köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ezen a napfényes, derűs napon, a ballagáson együtt lehetünk. Ezt már bevezetőül köszönöm nektek, mert úgy érzem, egy kicsit hazajöttem. Az emlékdíjam neve éppen ezért úgy változott meg, hogy a tanító öröksége a tanító emlékére. Eddig 6-an kapták meg, és mindig együtt vagyunk azokkal, akiket az iskola ajándékhoz, meg ugyanilyen szellemben, hiszen közösen és szívből jövően tesszük. Most tőlem 2 diák kapja meg, mondanám a neveket, és szeretettel átadom a könyvet. Tudom, hogy ez nagy felelősség, ami szerénységet átadok nektek, de én úgy gondolom, hogy együtt megoldjuk azt, hogy soha senki számára ez az emlékdíj és ez a kapcsolat ne legyen teher. És ezek után szeretném átadni az oklevelet, egy idézetet, és Magyarország városai 4 kötetes könyvet,
amivel örömmel, boldogan dolgoztam, mint nyugdíjas történelmi magyar szakos tanár. Boldog leszek, ha érettségi, meg azután is használni tudjátok. Mondanám akkor a neveket, ehhez már a 4,5-es szemüvekkel. Horváth Edgárnak adom át. És az az idézet mindkettőtök borítékján, hogy a lélek harang csengve, bongva, a tanítói is szól mindnyájunk szívében. Gratulálok, és nagyon bízom. Szecskó Péter 8. osztályos tanulónak. Az idézet ugyanaz Péter. Ezen az idézetet, az oklevelet. Tudom, hogy nagyon erős van. És 1000%-ig bízunk benne, mind aki tudtam. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy egy kicsit hazajöhettem. Köszönöm a figyelmet és a jó szót. Viszontlátásra! Tantestületi dicséretet kapnak 8 évi tanulmányi munkájukért, kiváló magatartásukért és a tanulmányi versenyeken elért eredményeikért a következő tanulók. Laskovics Bianca a 8. A-osztályból, különös tekintettel német nyelv vizsgájáért, földrajztantárból elért eredményeiért. Pacuk Nikolett a 8. A-osztályból, különös tekintettel német nyelv és LCDL vizsgájáért, fizika tantárgyból elért eredményeiért. Horváth Edgár 8. C-osztályból, különös tekintettel kémia tantárgyból elért eredményeiért, országos szellemi versenyen bizonyított tudásáért, a diákon kormányzatban végzett munkájáért és kiváló magatartásáért. Ünnepségünk befejezéseként a ballagtatók egy-egy légkönyvöt adnak át a ballagoknak a búcsúzási jelképeként.